Március 23-ától ismét látható a 2006-ban készített Bartók életét és munkásságát bemutató tárlat felújított változata a budapesti metró szerelvényekben. A Bartók Archívum munkatársai által összeállított kiállítással a 2-es, 3-as és a 4-es metró szerelvényeiben találkozhatnak az utazók, akik utazás közben olvashatnak gondolatokat, életrajzi adatokat a 20. század legnagyobb hatású zeneszerzőjéről, zenetudósáról, Bartók Béláról, akire méltán lehet büszke minden magyar ember. A kiállítás főszervezője a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület. Mi azért fordultunk nagy figyelemmel és tisztelettel Bartók Bélához, nem csak zenetudósként, zeneszerzőként, zongoraművészként, hanem azért a kiállásáért, amivel minden alkalommal felemelte a szavát az üldözöttekért, a megbélyegzettekért, és kényszerű emigráció miatt hagyta itt ezt az országot, de az az üzenet számunkra továbbra is fontos, hogy mindenkinek, aki gondolkodó, Európában, európai módon gondolkodó embernek fel kell emelni a szavát ilyen esetekben, és ezért Bartók Béla számunkra egy példakép, ezért vállaltuk ennek a kiállításnak a elkészítését, megrendezését. Azt szeretnénk, hogyha Bartók üzenete most a 21. században, és itt a félkerek évforduló alkalmával is, nem csupán a standard koncertlátogató közönséghez érkezne el, hanem azt szeretnénk, hogyha Bartók üzenete, az ő hagyatéka, szellemisége a szélesebb társadalmi körök számára is nyitott lenne. Ezért gondoljuk fontosnak, hogy az ilyen akciók, az ilyen tárlatok, ilyen események támogatásban részesüljenek az emlékév alkalmával. Bartók Béla születésének 135. évfordulója alkalmából a kormány 940 millió forintos támogatásból rendezi meg az idei Bartók évet. A kulturális államtitkárság 3,2 millió forinttal támogatta a Metró Galéria kiállítását. A metró szerelvényeken összesen 600 képet helyeztek el. Úgy gondoljuk, hogy Magyarországnak és a magyar kulturális intézményrendszernek egy nagyon fontos kötelezettsége a Bartóki életmű gondozása, ápolása, bemutathatóvá tétele, illetve társadalmasítása, minél szélesebb köröknek való megmutatása. Itt a Metró Galéria kiállítás egy nagyon fontos szerepet vállal, 2 hónapon keresztül, a mai naptól, május végéig a budapesti utazóközönség, illetve hát a tulajdonképpen a metró szerelvényeket használók találkozhatnak mozaikszerűen Bartók üzeneteivel, személyes gondolataival, portréfotóival, korabeli fényképekkel, műveinek részleteivel, úgyhogy azzal a bartóki szellemiséggel és örökséggel, amely egy nagyon nehéz történelmi korban, az első és második világháború időszakában egy világ színvonalú mesternek a gondolatiságát, rendszerező, szintetizáló munkásságát tárja elénk ilyen formában.